Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás szeptember 18-áig. Itt látható ez a hegy, természetesen utalhat hegyvidékre is, mint például egy kiruccanásra. De itt a Lönomát kártyáknál ez a hegy utal problémákra és gondokra. Mivel itt látható a koporsó és a halak, ami jelenti a pénzügyi dolgokat, ez lehet egy örökösödési ügy is. Talán nálatok, vagy nála, és itt a háttérben van egy hamis nő. Becsap téged, vagy megpróbálja becsapni őt. De ez a koporsó jelenthet még valamit. Lezár bizonyos dolgokat, vagy bizonyos kapcsolatokat. Tehát lezárja a nehézségeket. Sőt, itt vannak az egerek. És a kártyavetésnél mindig úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit. Tehát eltüntetik a kártyákat. Az egerek felfalják a hegyet, tehát elmúlnak a nehézségek. Itt a koporsó segít lezárni ezeket a dolgokat. Itt látható a ravasz róka és ez a hölgy, és az egerek lezárják a hamisságokat, eltávolítják ezt a nőt a környezetedből. Sőt, itt megjelenik a kasza is, ami szintén azt jelenti, hogy elvág valamit. Tehát elmúlnak ezek a dolgok. De azért kell egy kis óvatosság is, hiszen a halak jelentik a pénzügyi dolgokat, egy vonalban állnak az egerekkel és a kígyóval. Ami azt jelentheti, hogy itt lehet kiadás vagy veszteség. És légy óvatos, ami ezt a hölgyet illeti. Ez a hölgy a környezetedben jelenik meg, és ez lehet egy szomszéd, nő, vagy valaki a családból. Itt vannak a titkok, hiszen ez a hölgy eltitkol előled valamit, de elmúlnak a dolgok, hiszen a kasza elvágja a titkokat, az egerek segítenek ebben, és akkor itt kisüt a nap, kiderül az igazság, lesz egy jó hír, ami szerencsét hoz számodra. Sőt, az anyagiak mellett is megjelenik ez a szerencse, ez lehet egy nyeremény is. Itt lesznek változások, hiszen a gólyák utalnak a változásokra, sőt az utak is, hiszen elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba. Ez lehet egy munkahelyi változás, mert a horgony itt szimbolizálja a munkát és a hivatást, itt vannak a változások, és akkor ez a levél jelenthet egy szerződést vagy szerződéseket. Itt a virág csokor jelenti a szépségedet, a kisugárzásodat, de jelenthet egy kreatív tevékenységet is, és a könyv a te tudásodra utal, vagy továbbképzésekre, és a hajó jelenti a reményt, hogy minden jóra fordul, vagy jelenthet utazásokat, külföldi kapcsolatokat is. És itt van egy új irány, ahova elérkezel, ezt jelenti ez a fa, ahol le tudsz gyökerezni, hiszen a fa jelenti a biztonság érzetét, és itt lesz növekedés. De kell egy kis türelem, mert a fa lassan növekszik, tehát nem olyan gyorsan fognak pörögni az események, de minden nagyon-nagyon biztosnak tűnik. Amit a fa még jelent, az a gyógyító erő. Ha valaki beteg volt a családban, lesz gyógyulás. Vagy nálad van meg ez a gyógyító erő, de ez jelentheti a te hivatásodat is. Hiszen a kártyák itt összefüggésben állnak, és megjelenik a munka, megjelenik a hivatás,
és ez lehet számodra egy új irány, egy új életterület. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!